1956. Kisvárdán és Mátészalkán is voltak kisebb megmozdulások, de a megyében Nyíregyházán történtek a legjelentősebb események. Fontos a korai felismerés. Az emlőrák nagyobb valószínűséggel fordul elő 45 éves kor után, a diagnosztizált nők többsége ennél idősebb. Kitüntetés, edzői életmű díjjal ismerte el a Magyar Edzők Társasága Bakosi Béla munkásságát. Kisvárdán és Mátészalkán is voltak kisebb megmozdulások, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyházán történtek 1956. októberében a legjelentősebb események, mondta el 35 perc című műsorunkban Holmár Zoltán történész. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Damjanics laktanyában a fegyvereket követelő tömeg közé lőttek, de halálos áldozata nem volt a történteknek. Ketten viszont életükkel fizettek 56-os tetteikért. Tomaszowski Andrást és Szilágyi Lászlót 1958-ban ítélte halálra a katonai bíróság. Budapesten október 23-án tört ki a forradalom, vidékre pedig némi késéssel jutott el a felkelés híre. Kisvárdán és Mátészalkán egy-két nappal később már voltak kisebb megmozdulások, Nyíregyházán pedig 26-án kezdődtek el a forradalmi események. Október 26-a egy pénteki nap volt akkor is fizetésnap a vállalatoknál, ilyenkor a vidékről érkező dolgozók, tehát a Nyírségben, Szabolcs megyében élők érkeztek a különböző vállalatokhoz Nyíregyházára felvenni a fizetésüket. Ez is egy ilyen nap volt, egy átlagos napnak indult. Többek között a forradalom, nyíregyházi forradalomnak a vezető személyiségei, akik később azzá válnak, mint Tomaszowski András, Szilágyi László vagy Szemmátoni Sándor, szintén eznap érkeztek Nyíregyházára, hogy felvegyék a fizetésüket, aztán ők se gondolták volna még a délelőtt, hogy délután már koordinálni fogják az eseményeket a városban, hiszen ha megvizsgáljuk az ő személyüket, hogy a Tomaszowski András és Szemmátoni Sándor, ők a mélyépítő vállalatnak voltak a munkatársai, ugye Tomaszowski villanyszerelőként, még Szemmátoni ugye részlegvezetőként, Szilágyi László meg a villanyszerelő vállalatnak volt egy tervelőadója, és tulajdonképpen úgy indul el az esemény Nyíregyházán, hogy Borsodból érkezik néhány teherautó, bányászokkal, munkásokkal, diákokkal, akik röplapokat szórnak szét a Belojannis téren, ez a mai Hősök tere, hiszen ott egyre nagyobb tömeg kezdett összegyűlni, egy gyors gyűlést tartottak akkor a borsodiak, és annyira fellelkesült a tömeg, hogy ennek hatására az ottani irodaháznak a tetején lévő vörös csillagot el is távolították, és tulajdonképpen így veszi kezdetét a forradalmi hullám Nyíregyházán. Egy ilyen eseménye, egy Budai András nevű segédmunkás lesz az, aki ezt a vörös csillagot leszereli, akkor még lent van a tömeg, de Tomaszowski András a kollégáival, és akkor egyszer csak kap az alkalmon, felmegy, leemel egy nemzeti színű zászlót, és a vörös csillag helyére kitűzte, és tulajdonképpen elénekelték a nemzeti dalt akkor, amikor befordult a tér a villamos, ennek a tetejére egy asszony állt fel, és ő szavalta a nemzeti dalt, aztán a tömeg is csatlakozott hozzá. Mivel a városban nem volt egyetem, a diákság részéről a középiskolások vettek részt az eseményekben. A tömeg jelentős részét ugye a munkásemberek adták, de a mozgató rugója a diákság képviselői voltak, hiszen két nagy középiskoló volt ebben az időszakban Nyíregyházán, az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, illetve a Vasvári Pál Gimnázium. Mivel ekkoriban már eljutott a híre Nyíregyházára annak, hogy a tárnok testvérek, Tárnok Ferenc frissen végzett mérnök és Tárnok Tamás egyetemi hallgató életüket vesztették Budapesten a rádió ostrománál, eljutott ez a hír, és ezért a diákok tüntetést terveztek, tisztelegni akartak az emlékük előtt, és a tüntetésük helyszíneként a kossuthosok a Kossuth szobrot jelölték meg a Kossuth téren, még a vasvári diákjai a Petőfi szobrot a Petőfi téren. Hát nyilván azért a helyi pártvezetés, illetve a DISZ, a Dolgozóifjúsági Szövetség, meg az egyéb államvédelmi személyek próbálták ellen agitálni a diákokat, lebeszélni arról, hogy ilyen tömegmegmozdulásokat szervezzenek, és ezért legtöbb esetben megszüntették a tanítást aznap, inkább hazaküldték a diákokat, ezzel is elejét véve annak, hogy esetleg tömegbe koncentrálódjanak a diákok, de hát ugye ezt nem tudták végül megakadályozni.
Nyíregyházán halálos áldozata nem volt a forradalomnak, a Damjanis laktanyában fegyvert követelő tömegből senki sem vesztette életét, miután közéjük lőttek a katonák. Ketten viszont később életükkel fizettek 56-os szerepvállalásukért, Szilágyi Lászlót és Tomaszowski Andrást 1958-ban ítélte halálra a katonai bíróság. Minden év októberében érezhetően többen jelennek meg a szűrővizsgálatokon a mellrák szűrésre jogosult nők a névre szóló értesítést követően. Ezért is kiemelt jelentőséggel bír az a kampány, amely ilyenkor világszerte hívja fel a figyelmet a betegségre. A rosszindulatú emlődaganat a második legtöbb halált okozó daganatos betegség. Évente közel 9000 új esetet diagnosztizálnak hazánkban. Évente nagyságrendileg 33 ezer rosszindulatú daganat okozta haláleset történik hazánkban, és a tüdődaganat mögött a rosszindulatú emlődaganat a második legtöbb halált okozó daganatos betegség. Évente közel 9000 új esetet diagnosztizálnak, és több mint 2000 nő veszti életét. Pedig az időben felismert betegség esetén nagyobb a gyógyulási esély. Weber Ágnes a 35 perc című műsor vendége volt. Én azt szeretném csak hangsúlyozni, hogy ha elmennek a nők a szűrésre, és nagyon-nagyon a betegség kezdetekor egy pár milliméteres daganatról kapunk információt, az tulajdonképpen szinte majdnem 100%-kal biztonsággal gyógyítható természetesen. Majd, hogy nem egy rutin kezelésnek számít. És... Így van, így van. És azért ne felejtsük el, hogy 2001 óta Magyarországon a hölgyek behívót kapnak az emlőszűrésre, a 45 és 65 év közötti hölgyek, akiknek két évente megjön a behívó levél és a buzdítás, hogy menjenek el a szűrővizsgálatra. Kiemelném azokat a hölgyeket, akik nem ebbe a korosztályba tartoznak, de akár fiatalabbak, de a családjukban emlődaganatos beteg fordult elő, ugye genetikai leszármazottokról beszélünk, tehát nyilvánvaló, hogy nem a férjemnek a sógornőjéről, hanem a vérrokonok tekintetében, akkor a szűrés sokkal hamarabb el kell kezdeniük. Az emlőrák jól szűrhető daganattípus, ezért is kiemelt jelentőséggel bír az a kampány, amely minden év októberében világszerte hívja fel a figyelmet a betegségre. A rendszeres önvizsgálat nagyon fontos, azonban nem helyettesíti a szűrővizsgálaton való részvételt. A kockázati csoportba tartozó szűrésre jogosult nők névre szóló, a szűrés pontos idejét és helyét tartalmazó szűrési értesítést kapnak. A vizsgálatokon azonban a behívottaknak csak mintegy harmada jelenik meg. Most nem állunk ebben annyira fényesen, a megjelenés arány kb. 35%-os, ezt kellene feltornáztunk azért olyan 60-70%-ra. Reggel 7 és este 7 között tudnak jönni a hölgyek szűrésre, és akkor azt a kolléganők készségesen megcsinálják nekik a felvételt, amit pedig két jártasság, tehát emlődiagnosztikában jártas radiológus kielemez, és úgy hívjuk vissza őket esetleg, hogyha van valami, amit találunk a mammográfiás felvételen. És utána készítünk nekik ultrahangvizsgálatot, illetve, hogyha szükséges, akkor biopsziát. A mammográfiás vizsgálatokat tekintve talán ki kell emelni, hogy az utóbbi időben egyfajta távolságtartás érzékelhető a szűrővizsgálat vélt negatív hatásai miatt. Túl van hangsúlyozva a sugárzás is, meg az összenyomás is. Ez a sugárzás, amit a modern gépek adnak egy mammográfiás vizsgálat során, az kb. Olyan, mint egy hosszabb repülőútnak a sugárdózisa, úgyhogy teljesen elhanyagolható, és az összenyomástól sem lesz semmiféle problémája a hölgyeknek. Az nekünk szükséges ahhoz, hogy jobban lássuk a felvételen az elváltozásokat, úgyhogy igen, ezek kicsit túl vannak dimenzionálva. A rosszindulatú emlődaganatok miatti halálozások jelentős hányada megelőzhető volna a szűréseken való rendszeres részvétellel. A daganatos betegségek szervezett szűrővizsgálatának elsődleges célja pedig természetesen a célbetegségből származó halálozás csökkentése.
Az ügyészség a szökés elrejtőzés veszélyére tekintettel indítványozta annak a középkorú férfinak a letartóztatását, aki játékpisztollyal rabolt ki egy szakói vegyesboltot. A férfi október 19-én a reggeli órákban ment be a boltba, ahol elővett egy fekete színű fegyvernek látszó tárgyat. Amikor ezt az egyik közelében tartózkodó vásárló meglátta, futva menekülni kezdett az üzletből, eközben hangosan kiabálva figyelmeztette a vásárlókat és az alkalmazottakat. Mikor a boltban tartózkodók kiszaladtak, a gyanúsított néhány értéket magához vett, majd ő is kiment az épületből. Itt az egyik férfi vásárló feltartóztatta, a pisztolyt elkérte és megállapította, hogy az egy játékfegyver, majd a rendőrség megérkezéséig a férfit visszatartotta. A járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. Ez év októberétől új építésügyi változások lépnek érvénybe Magyarországon, melyek új kihívások elé állítják a szakembereket, az önkormányzatokat és természetesen azokat is, akik a közeljövőben építkezni szeretnének. A korábbinál például más szempontok szerint vizsgálják meg az építkezéssel kapcsolatos dokumentumokat. Az ilyen családi házak építési dokumentációja, engedélyezési folyamata is megváltozik. Vég József, a Magyar Építészkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezetének vezetője elmondta, hogy ezek után nem csak tartalmi, hanem szakmai szempontokat figyelembe véve történik majd a benyújtott dokumentációk felülvizsgálata. Ez tartalmilag közelíti az építési engedély vagy engedélyezés folyamatát és egy építési engedély beszerzését. A lényeg az, hogy a benyújtott anyagot illetően szakmai észrevételek is érkezhetnek, és érkezni is fognak, de ennek a gyakorlatát, mivel október 3-a van ma, úgyhogy október 1-hez képest jelenleg a 250 oldalas október 1-jel megjelent rendelet halmazt, vagy gyűjteményünket, most mindenki, aki tudja, olvassa, én még bevallom, hogy idáig nem jutottam, mivel amúgy az előtörténetben elég sok mindent hallottam, de előbb-utóbb elkerülhetetlen ezt végigolvasni egy kicsit, aki ebbe a szakmába dolgozik. Úgyhogy itt változás várható, a puding próbája majd következik, hogy ezt a való világban hogy fogják a hatóságok csinálni. A tervezők nagyjából szerintem körülbelül ugyanazt fogják, de a tartalmi követelményeket most ellenőrizni kell majd a rendeletbe. De olyan nagyon nincs oka másnak lenni, gondolnám én, inkább a bírálati oldalt érinti ez a változás, hogy a megmérettetés erősebb lesz, mint ami eddig volt. Az új törvény továbbá megkívánja erősíteni a főépítészi rendszert. Az itt eszközölt változások jóval több, az adott területen már végzettséget és gyakorlatot szerzett építész szakembert igényelnek. Minden városi státuszú településnek rendelkeznie kellene városi főépítésszel, legalább megbízotti státuszban, az azt jelenti, hogy nem ott van főállásban valaki, mondjuk én itt ülök, de lehetek X településnek a megbízott főépítésze, ha tudok ilyet, vagy merek vállalni, vagy van hozzá mondjuk főépítészi vizsgám, mert ez a főépítészség, aztán nem úgy megy, hogy építészdiplomád van-e, és akkor kijöttél az egyetemről, és akkor na, gyere ide főépít. Ez egyenre nem így megy, és remélem nem is így fog. Tehát az alapstruktúra az, hogy minden városnak legyen lehetőleg főépítésze, a kisebb településnek, akik nem érik el a városi státuszt, ott pedig lehetőség van rá, hogy mondjuk tízessével összeálljanak egy struktúrába, és egy főépítést tudjanak finanszírozni vagy alkalmazni. Vég József azt is elmondta, hogy az 1997-ben megjelent OTÉK országos település rendezési és építési követelmények gyűjteményét felváltja a TÉKA, a település rendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló kormányrendelet. Egyfajta meglepetés a szakmának, hiszen 97 óta azt hiszem létezik az OTÉK nevű alapdokumentum, a bibliája a mi építési világunknak. Ez az országos terület rendezési és építészeti követelményeknek a gyűjteménye az OTÉK. Ezt váltja föl, nemrég még úgy tudtuk, hogy október 1-től, de a mai tudásom szerint ez január 1-től történik meg. A TÉKA, ami tartalmilag ugyanúgy lefedi, ez egy mozaik szó, tehát valami hasonlókat jelent, ez is ilyen település rendezési építészeti követelmények alapszabálya, azt hiszem körülbelül így, és szintén
Ebben a dokumentumban részben a településtervezés alapvetései, a területrendezés alapvetései, illetve az épületekre vonatkozó alapkövetelmények, vagy egy előszoba, egy szoba, egy lakásnak a helyiségei, vagy éppen a parkolókat, illetően milyen intézményhez, milyen épülethez, hány parkolót, hogy kell kiszámolni, stb. Tehát ennek az útmutatóját jelenti ez a bizonyos dokumentum. Az elkövetkezendőkben szigorodnak majd a beépítésre szánt területek kijelölésének szabályai, a zöld területek megúvása, növelése érdekében. A használatba vételi eljárás szabályai is jelentősen átalakulnak, mind az építetők, mind a tervezők kapnak többletjogosultságokat, ehhez kapcsolódóan egy speciális jogorvoslati rendszert is bevezetnek majd. Még látogatható a Plusz címmel rendezett kiállítás Nyíregyházán a Városi Galériában. Az érdeklődő két nyíregyházi alkotó, Székhelyi Edit és Balogh Géza életmű töredékével ismerkedhetnek meg. A tárlat a 70+7 című augusztusban nyílt kiállítás folytatása. Augusztus elején 70+7 címmel nyílt kiállítás Székhelyi Edit és Balogh Géza alkotásaiból a Városi Galériában, Nyíregyházán. Október elején a két művész életmű kiállítása további munkákkal folytatódott Plusz címmel. A festmények, tusrajzok és kisplasztikák megnyitó nélküli csendes váltással kerültek a kiállító térbe. A 70+7 a Géza ötlete volt, hiszen ő 77 éves, én pedig 70. Október 12-éig, mert akkor leszek 71. Tehát éppen belefért ebbe a 70+7-be, és nekem is nagyon tetszett, szellemesnek találtam, személyesnek találtam, kedvesnek találtam, valósnak találtam, úgyhogy a plusz pedig, mikor áthoztuk az anyagot, vagy áthozták a fiúk áldozatos és nagyon-nagyon odaadó munkával, én több mint 95 munkát készítettem össze, és már szégyenkeztem is, hogy nem is kellene annyit, de hiszen életmű töredék végül is, és úgy gondoltam, legyen miből válogatni, és Géza már akkor ránk bízta a válogatást, a lányaira is rám, és akkor összeválogattunk egy olyan anyagot, ami itt még nem volt látható, a nagy rajzokra gondolok, illetve egy része nagyon régen. És mondta Jofó, hogy mit szólnánk ahhoz, hogyha ez folytatódna itt a págyolateremben más anyaggal, tehát más válogatással, és ez a plusz, tehát a kiállítás folytatása a plusz. És hát örömmel mondtunk igent. A plusz kiállítás egyik hangsúlyos részét Székhelyi Edit A szabadság relatív volt a című sorozata adja. A művész saját bevallása szerint szívesen időzik el hosszabban egy-egy témánál, technikánál. Ha valaki ismer, tudja, hogy amíg egy gondolat foglalkoztat, addig, és rájövök, hogy hogyan jelenítsem meg, addig azt én megjelenítem többször, több technikával. A szabadság relatív voltában a lényeges gondolat az, hogy vajon ki a szabad? Mint ahogy sokszor megkérdeztem, hogy ki az áldozat, ki a szabad? Az, aki a hálóban van, vagy az, aki kívül? El lehet rajta gondolkodni, hogy egy zárt, nem feltétlenül börtönnek tekintett keret, háló, otthon, közeg, közösség, nagyobb szabadságot ad, vagy adhat egy embernek, mint az, amikor szabadon a végtelenben, korlátok nélkül, talán irányító erők nélkül úszhat, szárnyalhat, vagy elveszhet. És nem fogalmaztam meg így még soha, de legalábbis ilyen részletességgel, de ez érdekelt. Ezeket a papírtekercseket Balogh Géza eredetileg egy tüzépen találta kidobva, onnan mentette ki, mesélt el Székhelyi Edit. Hozzátette, nem szabad csodálkozni azon, hogy az emberek többsége nem vágyik kis plasztikák elhelyezésére az otthonában. Ezek a plasztikák, amelyek geometriájukkal, titokzatosságukkal nem feltétlenül könnyű felismerhetőségükkel, értelmezhetőségükkel, nehezebben találják meg a helyüket egy személyes térben. Azt gondolom, hogy kell hozzá egy nagy tér, azt gondolom, hogy kell hozzá egy értő szem,
és akkor igen, akkor igen. Múzeumi környezet. A múzeumi környezet az én korosztályomnak nagyon izgalmas, de azért nagyrészt egy halott környezetnek tűnt. Ma már a múzeumok is sokkal elevenebb programokkal várják a látogatókat. Ezek az interaktív dolgok, meg egyáltalán az egésznek a metodikája, az élettel való megtöltése, ez nagy cél, hogy behívják az embereket. Székhelyi Edit és Balogh Géza Plusz című közös kiállítása még október 26-áig tekinthető meg Nyíregyházán a Városi Galériában. A kiállítással bővebben pénteki Weekend című műsorunkban foglalkozunk. Edzői életműdíjat kapott Bakosi Béla. A nyíregyházi szakember a Magyar Edzők Társaságának gálavacsoráján a Puskás Arénában vehette át az elismerést. Bakosi Béla tanítványai az elmúlt évtizedekben olimpiai döntőben, világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon is képviselték a magyar színeket. A Magyar Edzők Társasága minden évben 5 edzői életműdíjat ad át azoknak, akik sportágukban maradandót alkottak az elmúlt évtizedekben. Idén egy kézilabda, egy röplabda, egy vízilabda és egy kajakkenu edző mellett Bakosi Béla vehette át az elismerést. Az olimpiai és világbajnoki 7. helyezett, kétszeres fedett pályás Európa-bajnok, ezüstérmes és háromszoros bronzérmes korábbi hármasugró 3 évtizeddel ezelőtt kezdett el edzősködni. Igazából én nem akartam edzősködni. Versenyzői pályafutásom alatt mindig kérdezték, hogy leszek edző, és én elhatárolódtam, mondtam, én nem szeretnék edző lenni, de végülis az élet úgy hozta, hogy csak edző lettem. Annak idején a Vaszi Tünde átjött ugye Romániából, és hozzánk jött, tehát végülis a feleségem, mert jól ismerték egymást, és akkor kezdtem el vele dolgozni, ugyan ő nem olyan sokáig maradt Nyíregyházán, de utána végül is megtetszett a dolog, és hát végül is ez lett a vége, hogy több mint 30 éven keresztül neveltem Nyíregyházán az atlétákat. Az elmúlt 30 évben rengeteg sprinterrel, távolugróval, hármasugróval és magasugróval foglalkozott a szakember, aki számos tanítványa eredményeire lehet büszke. Igazából a legnagyobb versenyzőm az Vaszi Tünde volt, aki ugye átjött Magyarországra annó, annak idején Romániából, majd később felköltözött Pestre, és a Sydney olimpián visszajött hozzám abban az évben felkészülni, és hát végül is 7. lett az olimpián, és abban az évben ugrott 670 centit nálam, bár az olimpia nem úgy sikerült, mert előtte nagyon beteg volt, és úgy utazott ki, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó eredmény. De hát Ágoston Dániel volt sprinter, Vas Dávid, Vas Lászlónak a fia, Resán Gergely, Kaptúréva, tehát és ezen kívül nagyon-nagyon sok, közel 100, vagy most már több mint 100 magyar bajnokon van, nagyon sok válogatott atléta, tehát így most hirtelen ennyiben nem tudok mindenkit felsorolni. A tanítványok közül egy valaki érthetően közelebb áll az edző szívéhez. Fia, Péter hosszú évekig egyed uralkodónak számított idehaza magasugrásban, és közben a nemzetközi porondon is eredményesen képviselte a magyar színeket. Az ember a saját gyerekét edzeni, hát nem egyszerű dolog, hozzáteszem. Igaz, ez egy kényszerhelyzet volt itt Nyíregyházán, de attól függően úgy gondolom, hogy Péterrel nagyjából meg tudtuk azt oldani, amit kell. Most vagyunk olyan helyzetben, és úgy jegyeztünk meg, hogy az én volt edzőm Tamás segítségét kérjük, hogy itt az utolsó egy-két évben, hát ha tudunk még valami, vagy tudnak még valami olyasmit összetenni, vagy összerakni szakmailag, ami esetleg még egy tovább fejlődés jelentene, mert úgy gondoltuk Tamás, hogy Péter egy olyan 230 centire képes fizikálisan, csak ezt realizálni kellene, ezt próbáljuk meg, vagy próbálják meg ők. Én is segítem természetesen itthon, amikor itthon edz, de igazából Tamás irányítja most az edzéseit. Bakosi Béla immár nyugdíjasként foglalkozik a Nyíregyházi Sportcentrum atlétáival. Az az álma, hogy talál egy olyan tehetséges gyereket, akiből egy kiváló hármasugrót nevel, olyat, aki megközelíti, vagy akár túl is szárnyalja az ő eredményeit. Október 23-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták. Nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Csütörtökön a pára a köd megszűnése után nagyrészt gyengén felhős napos időre számíthatunk. Reggel a felhősebb tájakon előfordulhat esőzápor. Helyenként megélénkül az északkeleti-keleti szél. Délutára 15-17 fokig melegszik fel a levegő.